Sziasztok! Egy újabb rövid kis videó, aminek a legfontosabb mozzanata, a legfontosabb érdekessége az a biológiai növényvédelem, annak is a rovarvédelem része. Ugye megszokhattuk azt, hogy egy normál kertben, tehát a hagyományos módszerekkel, ugye jönnek a levéltetvek, jönnek az ilyen bogarak, olyan hernyók, stb. És akkor meg jönnek a permetszerek, amelyek aztán nem válogatnak, tehát hogyha valamiféle permetszert ráfújunk a növényre, tehát a hagyományos kemikáliákról beszélünk, akkor azok nem szelektálnak le. Vannak olyan szerek, amire ráírják, hogy szelektív, de ezek mérgek. Tehát élőlények elpusztulnak tőle, a hasznosak, meg lehet, hogy az éppen akkor károsnak ítélt rovarok is elpusztulnak. Na most itt ebben a kertben ilyen nem lesz. Tehát itt nem fogunk mindenféle állatokat gyilkolászni ilyen módon, viszont hát szeretnénk a kis növényeinket megóvni attól, hogy ők elfogyasszák. Tehát nyilván szeretjük a rovarokat, de ez esetben a kis zöldségeinket még jobban szeretjük. Úgyhogy az előző kis videóban mutattam egy salátatálcát, ami egy picit rosszul sikerült, tehát csak néhány saláta kelt ki. Nekik találtunk itt egy pici helyet, a karalábé sorban, és itt láthatjuk is azt, amit ugye mondtam, hogy biológiai rovarvédelem, vagy növényvédelem a rovarok ellen. Ez egy úgynevezett rovarháló. Erről azt kell tudni, hogy ennek a lyuk mérete, tehát a lyuk mérete, az 0,8 mm, tehát ez azt jelenti, hogy ha van egy szúnyoghálód, annak valószínűleg olyan 1 mm vagy még nagyobb a lyuk mérete, tehát ez annál apróbb, és ez azért fontos, mert ezen nem tudnak átmenni a káposztaféléknek a legnagyobb ellenségei, egyébként a legtöbb egyéb rovart is, tehát akár még a levéltetveket is egész jól vissza tudja tartani, de nekünk a legfontosabb a káposztaféléknek a védelme rovarhálóval. Ugye mik a káposztafélék, tehát káposzta, karalábé, majd itt jön kínai kell, aztán a mindenféle retkek, és a többi. Tehát ezek azok, amiket nekünk leginkább védeni kell a levélbolháktól. Ugye ezek általában repceföldekről indulnak el, vannak olyan évek, amikor hatalmas mennyiségben, tehát ezek ellen, a rovarok ellen nagyon még kemikáliákkal sem lehetne igazán jól felvenni a küzdelmet, viszont egy ilyen rovarháló az remek védelmet tud nyújtani. Ezeket nemrégiben ültettük ki, ezeket a karalábékat, pont kimaradt egy pár sor, ez ugye egy tanulási folyamatnak az eredménye, picivel többet kell ültetni mindig, picivel többet kell vetni, mint amennyit ültetni, palántázni szeretnénk, hát én ezt nem tartottam be, úgyhogy ezt láthatjuk itt, tehát pont annyi hiányzik, amennyivel többet nem ültettem. Úgyhogy ide kiültetjük azt a néhány salátát, ami viszont megmaradt az előzőből, nekik nem itt lett volna helyük, de pont annyian vannak, akik itt el fognak férni, szóval ezt fogjuk megcsinálni, de nem a saláta a lényeg, hanem maga a háló, tehát a hálóról azt kell tudni, hogy hát lehet itthon kapni, többen foglalkoznak ilyesmivel, különböző méretekre vágva, meg vannak különböző, hát ennél olcsóbb megoldások, amelyekkel egy gond van a legtöbb esetben, az, hogy nem eléggé kicsi a lyuk méretük. Tehát vannak, mondom, olyan emberek, akik így a kertészetben jártasabbak, ők hozattak be külföldről, és aztán azt felszabdalva árusítják, ezek azok jó hálók, aztán amiket így készen lehet kapni, azok nem. Tehát lényeg az, hogy 0,8 mm-esnek kell lenni a lyukátmérőnek, különben a kis levélbolhák, akik ellen mi pont védekezni akarunk, átcsusszannak rajtuk, szóval az nem jó. Mi egyébként ezt külföldről, Németországból hozattuk be, és hogy mondjak valami árat is, ez úgy néz ki, hogy egy 100 méteres, 4 méter széles, mert hogy 4 méter szélességűek ezek a hálók, így le fogunk tudni fedni 3 ágyást egyszerre, az volt valami 200 euró körül egy pár hete, szóval nagyságrendileg ezt kell tudni, viszont ezek nagyon sok évig jók, tehát ez nem egy egyszeri, egyéves valami, hanem ezt akár 10-15 évig is lehet használni, és hát többszörösen behozza az árát, már csak azzal is, hogy nem kell permetszerekre költeni, meg nem kell lemérgezni magunk körül mindent, úgyhogy így. Láthatjuk azt is, hogy vannak ilyen kis ívek, amelyek ezt az egész hálót tartják, ezek 4-es beton acél darabok,
tehát 4-es betonacél, ami 2 méteres darabokra van elvágva, és hogyha ezt a 2 métert erre az egyébként szabvány 75-80 cm széles ágyásra így ráhajlítjuk, nagyon egyszerű, tehát nem kell nagyon erőködni, egyik oldalt leszúrod, a másikat nagyon könnyen oda lehet hajlítani, akkor ez pont egy megfelelő kis, hát ilyen teret ad a növények fejlődéséhez, és aztán ebből körülbelül másfél méterenként kell egyet leszúrni ahhoz, hogy ez megfelelően ki lehessen feszíteni. Na most ott talán lehet látni a szélén, a hálónak, hogy aztán ezt le kell fogatni, hát nekünk ilyen farönkök vannak, meg téglák, ezekkel tudjuk lefogatni, úgyhogy ezt meg is fogom mutatni majd, csak előbb elültetem a salátákat, és akkor megnézzük, hogy hogyan is néz ki ez, amikor le van fogatva. Jó? Úgyhogy mindjárt visszajövünk. No, tehát betakartuk akkor az ágyásokat. Egyébként még egy dologra fölhívnám a figyelmet az ágyásokon kívül, meg a hálón kívül, az ágyások közötti szalmarész. Na most ez nem feltétlenül látszik, de nézzük meg, hogy ilyenkor is kiválóan lehet rajta mászkálni. Tehát ez nedves, ment a locsoló egy kicsit, nedves, meg ugye esik az eső is, de mégis, ha be kell menni az ágyások közé, akkor nem a sárba járkál az emberfia, hanem ezen a szalmaágyon. Na, és akkor nézzük a hálókat, tehát így néznek ki. Nekünk mondom, ilyen téglák, meg egyéb ilyen nehezékek vannak, hát meg lehet ezt profiban is oldani, de most jelenleg ez van. Tehát lényeg az, hogy ez teljesen lefedi az ágyásokat, és még egy érdekességre fölhívnám a figyelmet, biztos látszik, illetve bízom benne, hogy látszik, hogy ilyen kis sárga lapocskák vannak az ágyásokban, illetve a karikák némelyikén, vagy az ívek némelyikén. Ezek ilyen rovarcsalogató, ragadós lapok, amelyekre azért van szükség, mert nyilván, ahogy az előbb is lehetett látni, néha le kell venni ezeket a hálókat, mert biztos lesznek azért olyan gyomok, amit néha ki kell húzni, biztos kell valamit csinálni alatta, és tehát le kell venni a hálót. Na most, ha olyankor mindenféle levélbolhák, meg mindenféle egyéb élőlények oda bemennek alá, és akkor hagyjuk őket ott szaporodni, akkor ugye az nem annyira jó, viszont ha be is mentek, akkor ezek a sárga lapocskák őket nagyon fogják vonzani, és akkor rá is ragadnak szépen a lapra. Úgyhogy így egy komplett, teljes, tökéletes védelmet tudunk biztosítani a rovarok ellen, a káros, általunk káros, ebben az esetben károsnak ítélt rovarok ellen, és meg tudjuk védeni a kis növényeinket attól, hogy ők elfogyasszák. Úgyhogy ez a megoldás arra, hogy ugye, tehát még egyszer a hagyományos, akár kiskerti, akár egyébként nagyüzemi módszerek azok azt írják elő, hogy nem tudom én, májusban jönnek ezek a rovarok, olyankor ezzel a permetszerrel kell permetezni, utána majd jön a következő permetszer, meg a következő rovarfajta, akkor egy másik szerrel, és akkor szépen lassan mindent kiírtunk magunk körül, mert ahogy mondtam, ezek nem szelektíven mérgeznek, hanem mindenki, aki éppen ott van, az el kell, hogy hújjon, az pedig remélem, hogy nem kell magyarázni, hogy mennyire fontos az, hogy a rovarokat, azokat megvédjük, ugyanis elég nagy bajban vannak anélkül is, hogy mi még külön permetezgetnénk őket, főleg akkor, hogyha a saját kis konyha kertünkben, vagy a saját kertünkben saját magunk számára termelt ételeket el is szeretnénk fogyasztani. Tehát ugye nyilván nem nehéz azt összerakni, hogyha egy rovar elpusztult tőle, akkor valahogy nem feltétlenül biztos, hogy az jót tesz akár egy embernek is. Tudom, nyilván az ízeltlábú meg az ember között van különbség, csak úgy logikailag. Na mindegy. Tehát így néz ki az, amikor nem használunk mérgeket, így néz ki az, amikor mégis megvédjük a növényeinket, úgyhogy ezt akartam bemutatni, és majd több ilyen kis apróságot is be fogunk mutatni az elkövetkezendő időszakban. Egyébként pedig, ha egy gyors pillantást vetünk az ágyásokra, akkor láthatjuk, hogy szerintem egész csinosak, még egy pár hét és jelentősen nagyobb növényeket is láthatunk benne, aztán még egy kicsi idő, és el is kezdhetjük leszüretelni ezeket, és aztán azok a szerencsések, akik ezt elfogyasztják, azok biztosak lehetnek abban, hogy vegyszermentes, biológiailag előállított, ökológiailag támogatott növényeket fogyaszthatnak el, amelyeknek nagy eséllyel a beltartalmuk is más, és itt ez nem feltétlenül a biológiaival van összefüggésben, hanem a komposztos termeléssel, de ez az a videó, amivel még mindig tartozom a talaj élettel kapcsolatban, tehát nagy eséllyel ezeknek a beltartalma, meg az íze, az jobb, mint egy hagyományos módon előállított zöldségé. Szóval, ezt szerettem volna bemutatni, úgyhogy ismét, hogyha még nem iratkozott föl,
kedves néző, akkor legyen kedves most ezt megnyomni. Ha tetszett ez a videó, meg ez a módszer, akkor nyomjon egy lájkot, vagy legyél kedves nyomni egy lájkot erre a videóra, és továbbra is szívesen veszem a különböző ajánlatokat, ötleteket, és a végén, hogyha Petrus megteszi ezt nekünk, akkor csak egy gyors fordulattal egy picit kukkantsuk bele, hogy mi van itt a háttérben. Jelenleg még csak a váz, egy teljes fordulatot, nézzünk a csirkék felé is, légy szíves. És ez, ha minden jól megy, akkor egy pár napon belül egy kész fólia sátorrá fog átalakulni, amibe bekerül az a sokféle paradicsom, paprika, uborka, amik még ott figyelnek és növekednek a kis palánta nevelőben, úgyhogy ez majd egy következő videónak lesz a témája. Úgyhogy köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, és hamarosan találkozunk. Sziasztok!